A miniszterelnök szerint Magyarország egy új korszak kapujában áll. Orbán Viktor a Múzeumkertben elmondott beszédében azt mondta, hogy ma Magyarország a legegységesebb ország Európában. Megtelt a Múzeumkert, több ezren csak a körútról nézhették az ünnepséget. A miniszterelnök rendhagyó módon nem a múzeum lépcsőjén mondta el beszédét, hanem a Múzeumkertet és a körútat összekötő színpadról. Orbán Viktor szerint 1848 kollektív teljesítmény volt, amelyet azóta is többször lehetett tapasztalni. Évről évre egyre többek lelkében gyúlt ki a 48-as tűz, s lett belőle hol 56-os forradalom, hol rendszerváltás, hol lázadás, hol pedig kétharmados földrengető választási győzelem. Orbán Viktor szerint, ahogy ma, úgy 1848-ban is az igazságtalan és méltánytalan terhek csökkentése volt az elsődleges cél. Eltörölték a földesúri adókat, a dézsmát és a robotot. A nemzeti dalban nem mutatna jól az a szó, hogy rezsicsökkentés. Orbán Viktor szerint mindent elvégeztek, amit kellett és amit lehetett. A kormányfő szerint az elmúlt években bebizonyították a világnak, hogy a bátrak és az erősek nemzete vagyunk. Most pedig egy új korszak kapujában állunk, tette hozzá a miniszterelnök. Kiálltunk magunkért, és megvívtuk harcainkat. Olyan ellenfelekkel, amelyek nagyobbnak és erősebbnek tűntek. Pénzvilág, birodalmi fővárosok, természeti csapások. Néha lehetetlennek tűnt. A miniszterelnök szerint azt is megmutatták, hogy megvédik a családokat az uzsorától, a monopóliumoktól és a kartelektől. A kormányfő a devizahitelesekre utalva azt mondta, családok százezreit mentették meg attól, hogy otthon és fedél nélkül maradjanak. Szerinte az elmúlt években az egyik legfontosabb tényező az egység volt. Az elmúlt 4 évben azért teljesítettünk jobban, mert egységesek voltunk. Mi vagyunk ma a legegységesebb ország Európában. A kormányfő szerint április 6-a is az egység napja lesz.